Heves vármegyébe látogatott dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, hogy a vármegyek képviselőivel, vezetőivel egyeztessen a vármegyét érintő fontos kérdésekről, az egyes településeket érintő helyi fejlesztési irányokról. Nagyon sok olyan téma van, ami napi szinten bennünket, osztálygyűlőségi képviselőket érint, én most településeket járom folyamatosan, polgármesterekkel, képviselőtestületekkel kommunikálok, beszélgetek, és hozom ezeket a problémákat. Egy ilyen helyen van mód átbeszélni ezeket. Beszéltünk arról, hogy például a vízjogi engedélyek kiadása átkerül a vármegyékhez, főispáni hatáskör lesz aminek kimondottan örülünk, hiszen egy rendezett viszonyokat lehet így létrehozni. Beszélgettünk a következő időszak fejlesztési pénzügyi-gazdasági társadalmi stratégiáiról. A miniszter úrra nagyon érdekelte, hogy mi újság a térségben, hogyan is mint tevődnek össze itt a politikai vonalak, mi az, ami a közigazgatásban szükséges, hogy segítsenek, mi az, ami a fejlesztéspolitikában figyelembe kell venni a következő időszakba. Szabó Zsolt hozzátette, aktív munkafolyik nem állnak le, dolgoznak. Minden településen beszélgetnek a vezetőkkel, aktív civilekkel, együtt alakítják ki a települések fejlesztési stratégiáját. Öröm, amikor egy miniszterrel az ember tud beszélgetni, aki ráadásul a szakmájának a jó ismerője és egy nagyon pozitív személyiség. Én köszönöm szépen a lehetőséget, örülünk, hogy tudtunk beszélni, és hát nagyon erős Következő időszakot kívánok mindannyiunknak, legyen sok munkánk, harcoljunk, menjünk dolgozunk, június 9-én pedig döntsön, jól az ország. Jobban bevonják az egyes települések aktív szereplőit a stratégiaalkotásba, hogy abban az irányban fejlődjön egy település, amilyen irányt az ott lakók igazán szeretnének.